Sziasztok everybody, itt Kaktusz, és ez itt a Let's Play-nek a 41. része lesz. Sajnálom, hogy ma, azaz nektek tegnap nem volt videó. Ennek az az oka, hogy ebben a részben egy automatikus búzafarmat fogunk csinálni, egy teljesen automatikusat, és én még ilyen farmat soha nem csináltam, amiatt elég komolyan utána kellett néznem, hogy most ezt hogyan is tudjam megcsinálni, de olyan tutoriált, ami egyből működött volna, nem kaptam. Végül is sikerült megoldanom a dolgot, de nem sikerült elsőre. Szóval elég sokat szenvedtem vele, emiatt elment az idő ezzel a szenvedéssel, és így nem maradt idő a videózásra. De igazából nem olyan nagy baj ez, mert hiszen az előző héten minden nap volt videó. Úgyhogy elvileg kevesebbnek kellett volna legyen. Ez azért volt, mert meghúztam a lábamat, és nem mentem edzésre. Kétszer is nem mentem edzésre. Szóval kétszer is. Kettő videóval többet kaptatok, szóval igazából nem lehet semmilyen panasz emiatt. Szóval, ja. A mai videónk témája, mint ahogy már elmondtam, az automatikus búzafarm. Igazából nem tudom, hogy krumplival vagy répával működik-e, de szerintem igen, működni fog. És hát akkor majd azokkal is megcsinálom, de ebben a részben csak egyet fogok csinálni, az pedig a búzafarm lesz. És ott lesz, ahol másodszorra próbáltam a vasfarmot, az az ide. Itt. Ide fogom megcsinálni. És nagyjából kiásom a területet, amúgy egy 18x18-as platformot kell majd kezdésnek csinálnunk. Utána pedig rá még egyet, de az csak részletkérdés. Szóval, ja, valahogyan így lesz. Az a lényeg, hogy valamennyire legyen közel a faluhoz, mert hiszen azért szükség van a... Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz szükség van a falura. Amúgy itt van sima barna ruhás villager, mert ha itt van egy farmer is még hozzá. Igazából ide nekünk nem feltétlenül farmer kell, elég, hogyha sima barna ruhája van a villagernek. Ő fog majd nekünk akkor dolgozni. És amúgy a vasfarmunk az úgy... Wow! Egy másodperccel ezelőtt néztem, és 26 volt csak benne. Most pedig már is 39. Jó ez a vasfarm, de még majd fogjuk bővíteni. Egyelőre fent körülbelül 30 villager van, ami azt jelenti, hogy egy átlagos termelést ilyen háromszor többet termel. Sőt, még ma jó sokat fogok feljutatni. Különben nem foglalkoztam a villager breeding systemmel, ami nem olyan nagy baj, mert most fogjuk megcsinálni a búzafarmot. Ne, miért szöktetek ki? Aminek segítségével... mit akartam mondani? Na, aminek segítségével több búzánk lesz, jóval több búzánk lesz, és így jóval többet tudunk adni majd kaját a falusiaknak. Szóval ez jó lesz majd nagyon. De mindegy, nem is húznám tovább az időt. Összekraftolok mindent, amire szükségem lesz. Jó sok vasra és aranyra is egyaránt szükségem lesz. Na jó, aranyból nem kell olyan sok, bár nincs is olyan sok. Aha. Ez a baj ezzel a farma, hogy drága. Szerintem egy maximum 12 darab kell egyhez, egy szinthez, és majd jó sok szintet kell csinálni. Szóval majd itt jön képbe az Iron, vagy ez a Gold Farm. De az csak később. Az még nem téma egyelőre, ahhoz még egyáltalán nem értek, szóval ahhoz még nagyon... Mi van? Azt akarom mondani, hogy az aranyfarmnak még nagyon utána kell néznem, hogy meg tudjam csinálni. Igen, ez a makogás, ez az akart lenni számomra. Csak nem tudok nagyon beszélni. Egyelőre. Majd remélem, majd jobban kialakul ez a beszéd képességem. Már mondjuk azért jobbak már, mint amikor elkezdtem videózni, de még mindig nem a legjobb. És ennyi sinünk van, ennyi elég lesz, és redstone blokkel majd beaktiváljuk itten a dolgokat. Meg különben egy komperátor, egy redstone fákja, és egy redstone pötty is fog kelleni. Meg ugyebár néhány hopper, meg hopper minecart. Szóval nem olyan olcsó ez, mint ami ennek tűnik. Itt is van egy hopper minecart, ezt nem is így kell. Aha, fölé kell rakni. Nem mindegy, hogy alá vagy mellé, vagy fölé rakod. Csak akkor megy, hogyha fölé rakod. Jó, a következő dolog az a komperátor. Azt hiszem, van egy csomó kiégetett kövem. Jó, igen, különben ezt itt majd folytatjuk még.
De csak videón kívül, mert már láttátok, hogy hogy működik meg. Majd a barlangot is hosszabbítom, azt is csak videón kívül, mert nem tudom, nincs értelme ide milyen hosszabbításokat, gyorsításokat csinálni. Annyira random dolgokat beszélek. Szörnyű. Kéne egy kvarc. Itt egy 10-es csomag, ebből szerek inkább ki. Így, és azt hiszem így kell csinálni komperátort. Mondjuk nem rég csináltam, de nem vagyok benne már biztos, hogy kell. Így kell, nem? Igen, így kellett. Még egy restunk kell. Nem, még kettő. Pontosan egy darab restunk fog még ezen kívül kelleni. És ennyi. Meg hát persze egy chest, amiben majd a búza fog gyűlni nekünk. Meg a mag. Mert ez magot is termel, nem csak búzát. Szóval ez még a csirkéknek is jó lesz. Csirkék se fognak ilyen halni, nekik is tudok majd valamit adni enni. Mondjuk utána úgyis leölöm őket, szóval teljesen mindegy. És nem hoztam fát, mi? Mindegy. Miután hoztam fát, sőt nem, még nem. Még megcsinálom azt a részt, amihez nem kell gyorsítás, ami izgalmasabb valamennyivel. Szóval úgy lesz, hogy remélem ez vissza fog jönni ide. Mert majd szükségem lesz rá. Itt lesz a chest mondjuk. Dupla chestet kellett volna hozni, de igazából már teljesen mindegy. Most már idehoztam, akkor itt lesz itt egy hopper. Vagy... Na, oldjuk meg normálisan. Akkor itt lesz az ütköző. És itt lesz egy elektromos sín. Ez muszáj egyelőre. Viszont most kéne fa. Szóval innen lopok egyet. És akkor tök jó, erre fogok építkezni. Ugye nem kell fa, ez csak azért raktam, hogy le tudjam rakni. És kicsit szétbontok mindent, jó. Ide jön a komperátor, ami azt fogja érzékelni, hogy éppen megy... Nem is ebbe jön, hanem ebbe. Ez azt fogja érzékelni, hogy éppen ebbe a hopperre megy bele item. Szóval, amikor ide áll a minecart, elkezdi bepakolni az itemeket, és akkor ez a komperátor beaktiválódik. Amikor ez beaktiválódik, jelet ad ennek a redstone fákjának, ami jelet ad ennek a blokknak, amit nem tudom, hogy rakok fel a tetejére. Így. És akkor most innen ezt kiszedem, mert nem fog kelleni. És ez a blokk pedig jelet ad ennek a redstone pöttynek, amit ide raktam. Csak nem tudom megmutatni, mert nem férek oda hozzá. Hogy menjek oda fel. Kicsit itt szétütöm. Majd utólag bedíszítem. És akkor, hogy ide áll egy hopperes minecart. Na jó, azt most nem tudom megmutatni, mert nincsen fám. Jó, majd ezt majd utólag megmutatom. Most elkezdek ide, közvetlenül ide egy 18x18-as négyzet platformot építeni, sima deszkából. Ezt egy gyorsításban fogjátok majd meglátni. Meg is van ez a nagy platform, és a következő dolog az a sínezés lesz. Az a baj, hogy ezt most nem fogom tudni nektek olyan megmutatni, mert elég bonyolult, de az a lényege, hogy így elvezetjük először is körbe, és amint körbeértünk, tulajdonképpen ezen a vonalon vissza, és utána pedig megint vissza, és megint vissza, és nagyjából ezt csináljuk, de ebben van egy kis trükk. Az a helyzet, hogy nem tudom nagyon megmutatni, lehet, hogy lelinkelem a leírásba a videót, amiben az egész tutoriál benne van. De az a helyzet, hogy szerintem biztos, hogy el fogom felejteni. Szóval nem fogom lelinkelni igazából. Hát, ha nem felejtem el. Nem hiszem el. Nem bírom ezt így rakni. Kivettem egy sínt, és akkor azzal már az egész össze csesződött. Különben nem tudom, minek kezdem el még sínezni, mert elfejtettem még valamit. Hú, de elfejtettem még valamit. Hát nagyon ügyes vagyok. Még 1, 2, 3.
4. És akkor az ötödik blokkra. Így. Azt hiszem 1, 2, 3, 4, igen. És akkor ezt mindegyik oldalról ki kell számolni. 1, 2, 3, 4, 5. Ötödik blokk. Itt már tudom is nagyjából, hogy úgy itt. Igen, és... itt is itt. Jó, igazából nagyjából ennyi. Csak hogy ezeket glowstone-ra kéne kicserélni, és nem hoztam glowstone-t. Szóval, akkor... hozok glowstone-t. Ja, és egy szőnyeget is hozok, oké. Kerítést is hozok, azt is elfelejtettem. Kapát. Ja, kapa az pont van nálam, de ez kevés, szóval hozok még egy kapát. És ja, utána pedig megcsinálom a sint. Le is van rakva az összes sín, így körülbelül így néz ki. Így a minecart tökéletesen körbejárja az egészet. És itt egy pók. Akit most leöltem, és így most már elvileg tudok aludni, nem. Nem tudok aludni még így sem. Hol vannak azok a hülye szörnyek? Ez nem jó így. Itt van, emiatt nem tudtam aludni. Ez glowstone-t adott? Mi van ezzel? Nem tudom, most már hála Istennek tudok aludni. Na, a következő dolog az lesz, hogy craftoltam még több elektromos sínt. Ennek az az oka, hogy szerintem még ennyi se lesz elég. 24 van, de szerintem ez lehet nem lesz elég. Mindegy, 8. blokkra rakunk egy ubi sínt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. És ennek az aját kicseréljük redstone blokkra. És így fogjuk ezt végig csinálni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. És ezt körbe kell csinálnunk az egésznél. Csak az a helyzet, hogy lehet nem lesz elég elektromos sinem. Ez nagyon nem lenne jó, ha nem lenne elég, mert akkor nem tudnám ezt megcsinálni, ezt a farmot. Mert nincs több aranyam. Szóval ez nagyon nagy szívás lenne, de remélem van elég sinem. Az a helyzet, hogy elég sok blokkra nem jutott sín. Pontosan, mindjárt megszámoljuk, mert nem tudom mennyit kell, majd bányáztam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hát ez nem kevés. És már így is elég sokat fektettünk bele. Aha, úgy néz ki, hogy ez nagyon-nagyon drága ez a farm, de hát van ilyen. Úgy néz ki, hogy majd el kell mennem bányászni mindenféleképpen. Viszont ez az Iron Golem, ez nagyon mellé hullott. Van ilyen, hogy nem mindegyik Iron Golem hullik bele, de a legtöbb igen. Viszont megnézem, mennyit termelt az út. 57-et? 57 vasunk van. Legalábbis az Iron Golem farmban. Amúgy arany kéne még, viszont az nincs. Szóval, lehetséges, hogy most elmegyek bányászni, sőt biztos. Mert nincsen aranyunk, és az mindenféleképpen kell. Szóval, hogy ezt így nem tudom már később berakni, szóval ezt most kell megszereznem a megfelelő mennyiségű aranyat. Amúgy van 14 aranyórom. Mi? Ezt miért nem sütöttem ki?
Mi? Van, hol van 4 aranyam? Mi van? De én ilyeneket miért nem sütök ki? Itt elmentem volna bányászni, ha ezt nem veszem észre. Hát itt teljesen hülye vagyok. Mi a szar? Én pedig tökre azt hittem, hogy ilyen kevés aranyat találtam, úgy csodálkoztam is, hogy nem találtunk, nem arra gondoltam, hogy pont sok aranyunk van, és ezért jó ez az új bányászat. Hát, ezt nem értem, hogy ez hogy sikerült, na mindegy. Kraftoljunk minél több elektromos sínt, pontosan 18 aranyból kell csinálnom, hogy megfelelő mennyiségűt kapjak. Szóval 17 van, még egyet várunk, és akkor aztán már lesz elég. Jó, 18, bot nincsen, azt az előbb ki is dobtam amúgy 3-at, mert útba volt. De tök minden, mert bot az ingyen van. Igazából nincs ingyen, csak ócsó. Jó, van most már 18 sínünk, mert még az a csomó aranyot sül. De akárhogy is nézzük, nincs elég aranyunk, mert talán még egy farmra elég az az aranymennyiség, ami ott sül a sütőben. Nagyon sok aranyat fogyasztanak ezek a farmok. De ez azt fogja jelenteni, hogy ahhoz, hogy legyen egy nagy búzafarmom, egy nagy krumpli és egy nagy répafarmom, ahhoz még egyszer el kell mennem bányászni, és nem is keveset, szóval lesz itt nekem feladatom, de nem olyan nagy baj, ez az, hogy videón kívül megcsinálom, ezt ti nem fogjátok majd látni, nem lesz nektek unalmas. Na mindegy, még berakom ide a sineket, és utána húzok még egy réteget erre az egészre, ezt is egy gyorsítás keretein belül fogjátok látni, vagy nem. Még gyors, akkor berakom, és akkor elindítjuk a minecartot, és megnézzük, hogy körbe megy inkább. Bár valószínűleg körbe fog menni, nem hiszem, hogy bármi baja is lehetne itt neki. Hogyha, mondjuk akkor nem, hogyha esetleg nem kifelejtettem egy sínt. Akkor nyilván nem, de amúgy szerintem körbe megy. Mindig eszek, ameddig. Ez itt így megy körbe. Amúgy igen, bugol ezeknél a kanyaroknál, hogy így nem... Nem kanyarodik be, hanem csak így itt átdobódik. Ez ilyen. Nézzük meg, szerintem körbe fog amúgy menni. Mondjuk itt a végén kicsit spóroltam a sínnel, nem pont minden 8. blokk után raktam, hanem kicsit kevesebb szer, de nem baj az. Látjátok, így ugrál össze-vissza a kanyaroknál. Na, nem mindegyiknél, csak az élesebbeknél, láttátok? Ez ilyen idióta szarság. És ha most lenne benne valami, akkor itt megállna és raknál le szépen. De nincs benne semmi, emiatt ezt nem csináljam, hogy alszok, és akkor utána elkezdem pakolászni a blokkokat. Na! Ki is vettem földel, mert ugyebár ez lesz bevetve. És ez erre kerül még egy szőnyeg amúgy. Így. És akkor nem fog belesétálni a villager. Ez a szőnyeg ez nagyon fontos, mert ha belesétál a villager, akkor az probléma. Az nagy probléma. És hogy figyelni kell arra, hogy ne üssünk ki mellette vizet, mert akkor szétmossa a síneket, és azt terem kire. Szóval emiatt az ásunkkal most vigyázni fogunk. Meg amúgy még egy körbe kéne kerítésezni. Ezt is kéne még csinálni. Szóval ezt is megcsinálom, meg kikapálom az egészet, és utána pedig beszélgetni fogunk arról, hogy mégis miért működik ez így, vagy hogy hogy működik, vagy mindegy. Várjátok ki a végét. We'll be right back.
szólnátok ahhoz, hogy csinálnak egy gyémántkapát, mert azt talán nem törne el mindig, és akkor tök jó lenne. És igazából tök mindegy, mit szóltok hozzá, mert csinálok egy gyémántkapát is kész. Mert szeretnék. Ugyebár azért jó, hogy gyémántkapa, mert nézd meg. Nem látsz semmit, mert nincsen még belőle, semmi is elkoptatva, de jó a durability-je. És itt soha nem kopik el. Nem olyan szar, mint a kőkapa, ami mindig eltörik. És akkor ezzel most simán beművelek akármit, amit csak akarok. Lehet, hogy mindig nálam is tartom, és akkor amikor véletlenül kitaposok egy földet, akkor nem kell itt szarakodni, hogy most hozzak kapát messziről. Ilyenek 1561-et bír. Bár azt hiszem unbreakinget lehet rárakni, és akkor az is úgy működik. Bár nem biztos, tehát ez hülyeség. Ez jó lenne, hogyha aki tudja leírni nála kommentbe nekem, hogy lehet-e kapára unbreakinget rakni. Mert lusta vagyok letesztelni, aztán egyszerűbb, hogyha kiolvasom a kommenteket. Szóval aki tudja, az nyugodtan írja le. Mert én nem tudom. Kapára őszintén szóval még nem akartam egy csantot rakni. Na, a következő dolog az lesz, hogy ide megpróbálom ezt a farmer villager-t feljutatni. Akit még egyszer elmondom, hogy nem muszáj farmernek lennie, az a lényeg, hogy legyen barna ruhája. Mert a fehér ruhás falusi nem működik, meg a zöld ruhás sem. Zöld ruhással még trédelni is lehet, szóval az egyelőre tök haszontalan. Szóval csak barna ruhás falusiakkal működik ez. Nem kell farmernek lennie kifejezetten. Lehet az horgász, meg minden ilyen szírszar. És jó, akkor itt egy falusink. És az a lényeg, hogy ezt tele lesz ültetve búzával. És ha minden igaz, a falusi le akarja majd szedni. És hát annak érdekében, hogy akkor majd szétosztja a kaját a többi falusi társával. Csak hogy mi ezt nem engedjük. Mert a falusiaknak van egy inventoriuk, ami 8 slotot tesz ki. Ami 8 slot van nekik, mint így inventori. És hogyha ezt megtöltjük neki búzamaggal, akkor szépen elkezdi ültetni a dolgokat, de nem tudja majd felvenni a búzát. És azokat igen, már veszi is fel. És ja. Igen. És elvileg tele van az inventória, szóval hogy most még akkor... Ah, nincs nálam több. Ó, már működik is. Látjátok, azt ő ültette oda el. Viszont most szerencsétlen nem tud tovább menni, ültetni. Viszont kiengedjük, és így most már elkezdi majd az ültetést. És igen, ez volt az... Na. Jótok beszélni, igen. Ez volt az az ok, ami miatt nem mi ültettük be az egészet, mert a falusi elkezdi magától. És akkor tök jó. Miközben itt a 4 sarkát befákjázom, mert oké, hogy itt a szőnyegek alatt glowstone van, de szerintem ez nem világít annyit, szóval befákjázom itt a dolgokat, vagy nem tudom, amúgy lehet sokat világít. Befákjázom itt a 4 sarkát, most ebből nem lett baj. Hiszem a legnagyobb probléma, hogy ezt most befákjáztam. És amúgy az lesz, hogy ide egyből fölé jön a következő is. Csak az már krumpli lesz. És nem ebben a részben fogom megcsinálni, mert akkor... Az nektek nem lenne baj, hogy hosszú lenne, viszont nekem unalmas lenne. Mert azért valamennyire fárasztó is higgyétek el egy ilyen részt megcsinálni. Lehet, hogy itt csak azt látjátok, hogy én játszok, de... Nekem azért kicsit fárasztó egy ilyet megcsinálni, de szeretem csinálni, szóval... Nyugalom. Biztos, hogy nem fogom egyelőre ezt abbahagyni. És tök jó, hogy működik. Ennek kifejezetten örülök. És majd, hogyha megnő egy-egy búza, akkor a... falusinkkel is fogja azt aratni. Mint például ez olyan nagy föld, 18x18-as föld, ez amúgy nem látszik annak, de elég sok búzát tudna nekünk termelni. És majd fog is. Szóval ez olyan nagy föld, hogy... Hogy ezt egy falusi tulajdonképpen szinte be se bírja művelni. Majd lesz olyan, hogy a falusi nem tudja majd, hogy hova menjen, meg össze-vissza fog menni, mert annyi mindent tenni valója lenne. De még csak most kezdődött el az egész, szóval ilyen még egyelőre nincsen. És amúgy itt egy kicsit visszaállítom a díszítést, mint már szétromboltam. Hogy de férjek a dolgokhoz. Így, és... Jó, akkor itt a díszítést visszacsinálom. Meg az ilyen fölösleges blokkokat, mint ami ez. Ilyeneket leszedek innen. Mert most annak semmi értelme nem volt ott tulajdonképpen. Ja, akkor még visszacsinálok mindent, és utána nagyjából már nem is tudom, hogy mit kéne még, hogy csináljak. Na, ez így jó lesz, nem? Mondjuk ez egy kicsit furcsa, hogy itt egy ilyen kis láda, de nem baj az.
A lágyamat elviszem, és ezt figyeljétek, mennyi búzám van. Azért gyűlöm lett fel ennyi búzám, mert igazából én mindig szedem azt a kis farmot, ami pontosan itt van. Ezt. És ennyi búza összegyűlöm lett, mert temetettem már régóta ezeket a villagereket. És abban sem vagyok biztos, hogy mióta megvan a vasfarm, azóta amúgy nem adtam nekik ennit, és hogy működik-e ez még egyáltalán. Szóval most megnézzük, most adunk neki jó sok kenyeret. Nem neki, hanem nekik. És úgy akkor remélem, hogy mindig szaporodni fognak, mert szükség, hát eleve még kettő ilyen szaporodó helyet meg kéne még, hogy csináljak, mert még kettő idefér. Azt majd csak később csinálom meg, jó? Meg még fölfele. Még tudom nagyítani a farmot, nem tudom pontosan, hogy mennyivel. Viszont azt tudom, hogy 30 ajtóval biztos, ami plusz 30 villager, meg még 10 kéne, szóval 40 villager kéne még. Nem érteszek, nem? Majdnem kenyeret ettem. Szóval azért még ennek működnie kéne. Meg hát itt sincsen még 24 villager, meg onnan azt hiszem kidöglött pár. Szóval nincs minden úgy, mint ahogy régen volt, de emiatt remélem, hogy működik még mindig. Most jön az igazság pillanata. Mennyi stack kenyerem van? Hát ez itt 5 stack plusz 42. Szóval 1 stack jut mindegyiknek. És akkor ezt szétosztjuk. Mert csak már 4 van. Akkor már máshogy vannak a dolgok. Akkor ezt a 42-t osztjuk még szét így. És akkor ezeknek ennyit adok, na. Tudni kéne beszélni is. Így, azoknak is. Most oda hogy fog beférni? Ja, van itt hely. Erre is gondoltam azért, hogy itt legyen hely. Így. És így is. És most akkor elvileg ez működik. Ezt a villagert leküldöm innen, vagy nem tudom. Vagy nem küldöm le, mert beragadt a sarokba. Nagyon remélem, hogy ez még mindig működik. Most megnézem, hogy ezt egyáltalán felszedték-e. Hát felszedték, mert nem kaptam kenyeret. De ki tudja. Lehet, ez a vasfarm bekavart nekik, aztán emiatt nem működik, de ez azért valószínűtlen, mert ez pedig 70 blokk magasan van. Nem tudom, az a helyzet. Ja, várjunk csak, amúgy megmutatom még milyen a vasfarm, mert vasfarmot azt már régen láthattátok. A vasfarmunk egyelőre így néz ki, itt ennyi villager van. Ez körülbelül 30 villager, szóval azért még ide jó sok fog kelleni, mert 40 ajtó van alapból. Viszont igazándiból az itt a helyzet, hogy még tudnám itten nagyobbítani arrafele. Errefele nem, mert itt vannak a villagerek, de arrafele mind a három irányba, szóval még egy 30 ajtó jöhetne. Ami plusz 30 villagert jelentene, és azért az megnövelni jóval a vas termelésünket. Így is elég jól termel, de ennél is több termelődne, ami még jobb. Szóval majd ezt megcsinálom később, nem most. És ja, mire leérek, remélem már kis villagereket fogok látni. Mert ha nem, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy baj lesz, mert ha nem működik ez sem, megint, akkor már tényleg egyszerűen fogalmam sem lesz, hogy miért nem működik, bár nem tudok most kifogást találni, hogy miért nem működhetne. A búzafarm biztos, hogy nem zavart be, hát az nem tud egyszerűen bezavarni neki. Szóval ennek működnie kéne. És nem. Ez egyelőre nem csinált semmit. Pedig már rég kellett volna neki. Mi lehet a baj? Komolyan az a baj, mert megint a vas van. Vagy az? Az biztos, hogy nem baj. Az biztos, hogy tökéletes. De a vas van pedig rohadt messze van tőle, hát ennek működnie kéne. Jól van, én ezt nem értem. Remélem azért ezzel még valami fog történni, mert úristen, nem hiszem el, hát már megint mi van ezzel? Amúgy igen, ezt néztem, hogy ezek se szívecskéztek, vagy nem tudom. Úristen. Ezek a villagerek szörnyűek. De 70 blokk magasan van a vasfarm, ez pedig biztos, hogy nem baj, hogy ezt ide csináltam. Amúgy, ugye beült, már majdnem beült, teljesen beültette, szóval, ez király.
De amúgy ennek az a lényeg, hogy tudjam etetni a villagereket, és pont nem működik a villager farm. Ami miatt ezt csináltam itt. Ez nagy szívás. Ha ez itt most megint nem működik, az hatalmas szívás. Na szóval emberek, ez a videó ennyi lenne. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, azaz csütörtökön. De addig is, sziasztok!